Egyedülálló és különleges ötletet valósított meg a Most Élsz Egyesület. Az önkormányzat segítségével egy kártyát készítettek, amelyet az autista gyermekek használhatnak a megye valamennyi egészségügyi intézményében. December elején készültek el a Most Élsz kártyák, amelyek az autista gyermekek orvosi és kórházi ellátását teszik egyszerűbbé és gördülékenyebbé. Ezzel a gyermekek szülei jelezhetik, hogy soron kívüli ellátást igényelnek az intézményekben. Kiszámíthatatlan tulajdonképpen, hogy egy fokozott jó hangulat, egy nagyon közvetlen, kedvű viselkedéssel élnek ezek a gyerekek, vagy pedig hát a türelmetlenségüket gyakorlatilag hangoskodásban, mozgás, fokozott mozgás aktivitásban fejezik ki. Ez egy zsúfolt váróteremben azt gondolom, hogy nem szerencsés, és ennek a megelőzésére gyakorlatilag más mód nincs, mint hogy előnyben részesítjük őket, amit eddig is megtettünk, a kártya tulajdonképpen én azt gondolom leginkább a többi várakozó szülőnek jelzés. A kártyát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház telephelyein, illetve a kisvárdai Felső-Szabolcsi kórházban is használhatják az érintettek. Utóbbi intézmény már eddig is kiemelt figyelmet fordított az autista gyermekek kezelésére. Ez egy értékrendválasztás, hogyha egy kórház fel tudja ismerni, hogy vannak speciális elvárás megfogalmazó betegei, akkor arra valahogy reagálni kell. És ezt már a munkatársaim, a gyerekosztályon dolgozók már felismerték, hogyha egy autista gyermek bekerül hozzánk, akkor nem feltétlenül kell ugyanazt a sort végigállnia, mint egy nem autista gyermeknek, és segítették, hogy az ellátás során hamarabb bejusson akár egy vizsgálatra, illetve nálunk már úgy működött a fekvőbeteg ellátás során is, hogyha egy ilyen autista gyermeket felvettünk, akkor ő egy ágyas kórterembe kerül a szülővel elhelyezésre, és így azt gondolom magának, a gyermeknek és a családjának is könnyebb volt az élete, illetve más gyermekeket sem zavart feltétlenül. Ezen a szokásunkon ezután sem szeretnénk változtatni, és most már ezzel a kártyával, illetve ezzel a megállapodással az alapítvánnyal egy hivatalos szerződés is létrejött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat évek óta támogatja az Egyesület munkáját, a kártya anyagi hátterét is az önkormányzat biztosította. A megyei önkormányzat költségvetésében van egy szerény összeg, amit támogatásokra tudunk fordítani egyesületi civil szervezetek kezdeményezésére. 150 ezer forinttal támogattuk el az egyesületet ebben az évben, és ebből, ennek egy részéből valósították meg ezt az egyedi projektet, amely valóban nem a pénzről szól, hanem az odafigyelésről. A témáról itt a stúdióban tovább beszélgetek a Most Élsz Egyesület elnökével, Farkas Árpáddal köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm is. Láthattuk a bejátszásban, hogy hogyan is néz ki a kártya. A lényegét is tulajdonképpen hallottuk, hogy milyen célt szolgál. Mennyi idő telt el az ötlettől egészen addig, hogy most már egy kézbe vehető kártyáról beszélünk, amely valós funkcióval rendelkezik? Érintett szülőként, illetve egyesület vezetőjeként régóta foglalkoztatott ez a történet, hogy hogyan juthatnánk prioritáshoz, hogyan kerülhetnénk ezeket kellemetlen szituációkat, akár egy orvosi rendelőben várakozáskor, akár egy kormányablak, akár hivatalügyintézésnél, akár egy egyszerű bevásárlásnál. És gyakorlatilag itt segítségül hívtunk egy régi ötletet, úgynevezett bocskártyát, és ezt gondoltuk tovább. Az ötlet valamikor a tavasszal pattant ki a fejünkből, és gyakorlatilag a nyár folyamán sikerült megállapodást kössünk a megye összes kórházával, egészségügyi alapellátással, és gyakorlatban, ahogy említettem, ezt a megállapodást szeretnénk egy társadalmi felelősségvállalási hullámmá alakítani, és ezúton egy felhívást is tennénk, hogy várjuk szeretettel azoknak a multinacionális cégeknek, bevásárló központoknak a jelentkezését, akik hajlandó lennének befogadni ennek a infokommunikációs akadálymentesítésnek a létét. Aminek köszönhetően akkor önök ugye egy kicsit könnyebben tudnának, hogy úgy fogalmazzak, alkalmazkodni az összes többi vásárlóhoz, ugye? Igen. Tulajdonképpen erről lenne szó. Azt gondolom, és elhangzott az egyik válaszban, hogy alapvetően ezt mindenki megérti, vagy mindenkinek meg kellene értenie, hogy mindenkinek az a jobb, hogyha egy autista gyermekkel a szülei hamarabb tudnak az adott hivatalban, vagy bevásárlóközpontban, vagy bármely üzletben végezni, de erre azért mindig önök nem számíthattak korábban.
Igen, erre nem számíthattunk, illetve hogy az autizmusnak a természetéből fakadóan, ahogy a bejátszásról is látszott, intézményvezetők által is elhangzott, hogy nagyon sokszor kiszámíthatatlan. Embereket megbotránkoztat a viselkedésük. Nem tudunk mit kezdeni a történettel, megbámulnak minket. Sokszor oda szólnak, hogy nem tudunk valamit kezdeni a gyerekünkkel. Sajnálatos módon nem tudunk. Ez a kártya erre a célt szolgálja gyakorlatilag, tehát ahogy elmondta az igazgatóasszony, hogy a kórházba eddig is odafigyeltek a munkatársak, ez inkább a környezetre. Tehát az adott gyerek nem azért viselkedik így, mert éppen zárójelben hisztizik, vagy olyanja van, hanem azért, hogy az autizmus természeténél fogva. És erre hívjuk fel a figyelmet, hogy legyenek megértőek és türelmesek velünk. Az ötlet tehát így gyökerezik, de akár országos is lehet? Igen, gyakorlatban az Állami Egészségügyi Ellátóközponttal felvettük a kapcsolatot az engedélyezési folyamat során, illetve az Egészségügyi Államtitkársággal. Mindenki zseniális ötletnek tartotta. Nyíregyházán, illetve a megyénkben debütált ez a kártya, és reményeink szerint a közeljövőben, jövő évben országos adaptációjára is sor kerülhet. Az Egyesület maga mennyi ideje működik? 2013. decemberében alakultunk, és 2014. áprilisában debütált az Egyesület. Mága Zoltán adott nekünk egy jótékonysági koncertet, ebből indult az útjára az Egyesületünk. Azt meg tudja elmondani nekem, hogy nagyjából hány ilyen kártyát lehetne mondjuk itt a városban vagy a megyében odaadni családoknak? Tehát akkor az autistáknak a száma a kérdés. Hát ez egy örök kérdés, ugyanis a statisztikai hivatalnak a népszámláláskor ez egy nem kötelező adminisztratív feladat, tehát nem mindenki nyilatkozik, nem kötelező nyilatkozni az érintettség felől, ezért csak becsülni tudjuk ezeket a számokat. Magyarországon akadémiai becslések alapján egy ilyen 1-1,5% között teendő, tehát egy ilyen 100-150 ezer gyerek. Visszatér az eredeti kérdésre, tapasztalatom, véleményem, ismeretségeim keresztül körülbelül Nyíregyházán és környékén egy 300-400 kártyát tudnánk csak kiosztani. Nyilván ön arról tud nyilatkozni biztonsággal, akikkel az Egyesületen keresztül is akár kapcsolatba tudnak kerülni. Alapvető céljának mit határoztak meg, amikor a szervezetet létrehozták? Hát alapvető cél az, ez egy teljesen más, egy egészségügyi irányba mutat a szervezetünknek a fő tevékenysége. Nyugat-Európából, Amerikából szeretnénk olyan orvosi protokollokat behozni, ahol mivel segítségével sokkal hamarabb laboratóriumi körülmények között megkezdődhet a autistáknak a diagnosztizálása. Ezzel sokkal gyorsabban és hatékonyabban kezdődhet el az intervenció. Ez az első számú célunk, illetve ehhez tartozó terápiás javaslatok, terápiáknak a bevezetése. Gondolom, hogy az önök szervezete együttműködik a megfelelő szakemberekkel, a kórházak orvosdoktoraival, és hogy látják az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy van létjogosultság az Egyesületnek, tehát tudnak 5-ről a 6-ra lépni? Abszolút tudunk 5-ről a 6-ra, annál is inkább, hogy a eddigi tevékenységünknek köszönhetően a múlt évben a Debrecen Orvostudományi Egyetemtől megkaptuk az intézményi akkreditációnkat, és jövő évben egy 3 napos nemzetközi konferencián fog debütálni az akkreditációnk. Április 23 és 25 között itt Nyíregyházan az egészségügyi karon kerül megrendezésre az első magyar nemzetközi biomedikális autizmus kutatás és kezelési konferencia, mely egy 3 napos szakmai képzést jelent az orvosaink számára. Én köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba és tájékoztatta a kedves nézőket. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.